Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Az első részben ugye olyan dolgokról fogok beszélni, amiről az ember felismeri azt, hogy esetleg miben kellene változni. De módszereket ezt a második részben nyújtok. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Képzeljétek, volt egy olyan helyzetünk, hogy valaki mutat nekem egy cikket, hogy milyen lezárások meg stb. Lesznek. Tavalyi cikk volt, egy évvel ezelőtti. Pont egy évvel ezelőtti cikk volt. Igen, és igen, ugyanúgy november eleje volt a cikk, és micsoda a lezárások, stb. És akkor mutatja nekem a cikket. Hát mondom, majd hazamegyek, utána nézek, utána néztem, sehol a cikk. Mondom, mi a túra, megtaláltam a cikket. Tavalyi. No szóval, hát egyelőre tehát nem annyira rossz a helyzet, pedig nagyon érdekes egyébként, mert bármikor utána tudsz nézni a... Hát pont mikor a cikket kerestem, akkor néztem utána annak, földobta a Google, hogy tavaly milyenek voltak a covidos adatok. Egy ilyen grafikonon volt ábrázolva és számadatokkal, és összehasonlítva a mostani adatok, meg a tavalyi adatok. Jé, de érdekes, gyakorlatilag alig van köztük különbség. Nem érdekes? Hát ezt kérdeztem én is rögtön abban a pillanatban, mikor megláttam a két grafikont egymás mellett és a két számadatokkal, hogy gyakorlatilag szinte alig van a kettő közt valami kis különbség, pár százalék. A tavalyi ugyan napra pontosan ugyanilyen adatok és az idei napra pontosan ugyanilyen adatok között, és alig van valami némicske különbség. Na most akkor úgy csak kérdezném, hogy akkor élből 60%-kal kevesebbnek kéne lenni, mert a Magyarország lakosságának a 60%-a be van oltva. Nem? Ez lenne a logikus, hogy akkor 60%-kal kevesebbnek kéne lenni azoknak a betegeknek, akik azokat a tüneteket produkálják, mint amit tavaly produkáltak. Hát nem fura? Több a beoltott betegek. De egyébként mondom, utána tudtok nézni, és mondom, hogy a cikkeket kerestem, a Google rögtön, mint rajzként ott földobta az első oldalon, tehát nem kellett nagyon keresgetni. Az idei adatok és a tavalyi adatok és Covid adatok. Tehát nem az ő Covid oldaluk, hanem grafikon, de lehet, hogy onnan vették ki az adatokat, nem tudom, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag nem sok különbség volt közte, ilyen pár százalékos eltérés. Na mindenki gondolkozzon el ezen, hogy van ez akkor ez az egész? Nem érdekes? Na most, ugye szeretném mondani, hogy én foglalkozok olyan dolgokkal már sok éve, hogy a betegségeknek, a különböző betegségeknek milyen lelki okaik vannak, sőt, foglalkozok ezzel már olyan szinten is régen, hogy tanítom is. Tehát nem azt tanítom, hogy kell egy betegséget meggyógyítani, és nem erről szól a történet, hanem arról, hogy minden betegség, vagyis mondom, a tudomány mai állása szerint a betegségek több mint 80%-a az pszichoszomatikus eredetű. Na most, egyes emberek szerint a világban a betegségek összese
pszichoszomatikus eredetű. Na most én ezen a véleményem vagyok, mert nem véleményem, hanem ez tapasztalatom, hogy gyakorlatilag minden betegség pszichoszomatikus eredetű. És lényeg az, hogy ahány esetben ilyen vizsgálatot csináltam, hogy milyen pszichoszomatikus eredete lehet az adott személy betegségének, mindig kiderült, hogy az a probléma az életében az illetőnek, ami kialakítja azt a pszichoszomatikus eredetet, jelen van. Mindig kiderült. Kivétel nélkül kiderült. Na most onnantól kezdve én sajnos nem tudok olyan példát, hogy valamilyen betegség, amit így vizsgáltam, az ne pszichoszomatikus eredetű lett volna. Na most egyébként csak úgy mondanám, hogy az összes légúti megbetegedés, ami létezik, az mind visszavezethető valamilyen szinten, kisebb-nagyobb mértékben, ez a valamilyen szint azt jelenti, hogy kisebb-nagyobb mértékben, visszavezethető arra, hogy az adott személynek valamiből vagy valakiből elege van. Méghozzá ugye attól függ, hogy mennyire betegszik meg légúti megbetegedésben, attól függ, hogy mennyire van elege. Ha csak kicsit van elege, akkor viszonylag enyhe lefolyású a légúti megbetegedés. Ha nagyon elege van, akkor már erősebb jóval a légúti megbetegedés. Ha nagyon-nagyon elege van, akkor meg súlyos a légúti megbetegedés. És így indul el az egész egy egyszerű kis enyhe náthától egészen odáig, hogy mit tudom én, mondjuk lélegeztetőgépre kell kapcsolni. Érted? Na most, ha valaki persze ilyenekkel nem foglalkozik, akkor ezeket nem tudja. Én már ugye több mint egy évtizede foglalkozok ilyen kérdésekkel, és elemzéseket végzek ebben kapcsolatban, ha valakinek ugye éppen adott helyzetben szüksége van, de nyilván ezt kifele nem csinálom, csak mindig olyan személyekkel, akik az ismerősek körömbe tartoznak, és elsősorban ugye a PPH-s ismerősi körömbe. Mit jelent az, hogy PPH, Problem Prevention Holding, probléma megelőző holding? Tehát mi egy olyan tevékenységgel foglalkozunk, ahol segítjük az embereket abban, hogy többek között segítjük az embereket abban, hogy a problémáikat sikeresen meg tudják oldani. Ugye a probléma az négy területen érkezik az emberek számára, tehát minden probléma ebben a négy terület valamelyikébe besorolható. Az egyik az, hogy betegség, a másik az, hogy baleset, a harmadik családi probléma, a negyedik pedig az anyagi probléma. És azt is ugye mióta a problémákkal foglalkozom, hát ugye 11 éve ezelőtt indult az, hogy főtevékenységben foglalkozzunk a problémák megoldásával, előtte ugye csak vezetőknek tanítottam ilyen dolgokat, és hát ugye mióta ebben a 11 évben főtevékenységben lett végezve ez a dolog, ezáltal elég sok olyan személyes találkozás történt, ahol egy problémának meg lett vizsgálva bármilyen, tehát betegség, vagy bármilyen baleset, vagy bármilyen családi probléma, vagy bármilyen anyagi problémának mögött ott van egy helytelen gondolkodás. Tehát a pszichoszomatikus probléma az azt jelenti, hogy az illető helytelen gondolkodik, mivel az ember gondolatok alapján cselekszik, ezáltal helytelen a cselekvés is.
ezáltal a cselekvés, a helytelen cselekvésnek olyan következményei lesznek, ami az illető számára nem okoz jó dolgokat, csak rosszat, és a rossz dolgok jelenléte előidézi a különböző olyan fajta megélést, ami jelentkezhet. Betegségbe jelentkezhet, balesetbe jelentkezhet, családi problémában jelentkezhet, anyagi problémában. Nyilván ez nem így véletlenszerűen működik, hanem ugye van elég probléma az életben, de az embereknek van elég fajta cselekvésük, elég sokféle problémát tudnak létrehozni, és ezáltal ugye gyönyörűen be lehet sorolni a különböző nem helyes működésű cselekvést, mert helytelen gondolatokból jött létre a cselekvés, gyönyörűen be lehet sorolni a különböző okok közé, hogy miért és mikor, mi módon történt egy olyan valami, ami létrehozott egy ugye eseménysorozatot, amiből lett egy olyan fajta megélés, ami az illetőnek nagyon nem tetszik. Tehát még egyszer mondom, gondoljátok végig, milyen egyszerű dolog, valakiből vagy valamiből eleged lesz, és utána kapsz egy légúti megbetegedést. Ha rendszeresen lesz eleged mondjuk valakiből vagy valamiből, ami azt jelenti, hogy folyamatosan eleged van, akkor meg ne csodálkozz, hogy aszmás leszel. Jó? Csak úgy szeretném mondani. Tehát az összes aszmás a világban az mind kivétel nélkül hosszan tartó olyan állapotban volt, hogy neki valamiből vagy valakiből elege volt. De egyébként az összes olyan betegség, amit allergiának hívnak, méghozzá nem csak a szénanáthal, hanem bármi más allergia, az valamilyen szintű olyan működésből fakad, hogy az illetőnek valamiből vagy valakiből elege volt. Oké? Na most, ha az például gyerekkorban keletkezett, akkor pedig, az méghozzá mondjuk kisgyerekkorba keletkezett, akkor ez gyönyörűen visszavezethető az általában az édesanyja működésére, és az édesanyának volt valakiből vagy valamiből nagyon elege, és szegény gyerek mondjuk lesz allergiás azért, mert a drága édesanyja nem jól kezelte az élethelyzeteit. Jó, tehát ez elég hihetetlennek tűnik, de mindig megtalálom azt a pszichoszomatikus okot, tehát azt a fajta működést, ami kiváltotta azt az egész sorozatot, aminek a végeredménye lett mondjuk egy baleset, egy betegség, egy családi probléma, vagy egy anyagi probléma. És onnantól kezdve ugye, mivel a gondolkodás a kulcs, és ha az ember képes arra, hogy a gondolkodásán változtasson, most erre sok ember elég nehézkesen képes. Miért? Hát nagyon egyszerű, mert ahhoz, hogy változás történjen az életedben, ahhoz ugye hogy működnek az emberek? Az emberek szokások alapján működnek, és ahhoz, hogy változást hoz létre az életedben, egy kis változás hoz az kell, hogy valamilyen szokásodat megváltoztasd, tehát lemondj egy szokásról és esetleg egy új szokást vigyél be. De ezzel tudod mi a baj? Hogy a szokásaidat úgy hívják, hogy komfortzóna.
És ahhoz, hogy egy szokásod megváltoztatásra kerüljön, ahhoz azt jelenti, hogy a komfortzónádba ki kell lépni. És az a legtöbb embernek nagyon nem megy. Mi baj van a komfortzónából való kilépéssel? Nagyon egyszerű. Alkalmazkodó képesség hiány. Még egyszer mondom, ha valaki nehezen lép ki a komfortzónájából, vagy nem tud kilépni a komfortzónájából, az azt jelenti, hogy alkalmazkodó képesség hiánya. Ha egy ember jó alkalmazkodó képességekkel rendelkezik, tehát képes adott helyzetekhez könnyen alkalmazkodni, az azt jelenti, hogy rájön arra, hogy neki miben kell változni, simán megváltozik. Mert alkalmazkodik ahhoz a saját megváltoztatott gondolkodásához, hogy nem ilyen szeretnék lenni, hanem ilyen, és ehhez így meg így kell működnöm. Tehát ez egy más típusú működést igényel, tehát az ember a szokásait, ha nem változtatja meg, ha változni akar, akkor nincs változás. Na most már pedig egy olyan világban élünk, ha nem hiszed, majd rájössz arra, hogy nem befele megyünk népesség tekintetében, tehát az emberiség nem kifele megy az egyre több problémából, hanem befele. És még jó ideig befele megyünk ebbe a kérdésbe, és ez nem ijeszgetés rész, hanem ez információ rész. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy ha az emberek többségének egyre több és több problémája van, vagy túlnyomó többségének egyre több és több problémája van, az nem azt jelenti, hogy neked is egyre több és több problémával kellene rendelkezned. Hanem valamit csinálni kell. Tehát van egy szabály, ez egy univerzumi szabály. Ha elkezdenek rosszabbul menni a dolgok, változtatnod kell. Ez egy szabály. Ha elkezdenek jobban menni a dolgok, akkor van egy másik szabály, ez is egy univerzumi szabály, az, hogy ne változtass. Világos ez? Na most az emberek mit csinálnak? Ha jobban megynek a dolgaik, akkor változtatnak. Ha rosszabbul mennek a dolgaik, akkor nem változtatnak. Na most ha az ember úgy működik, hogy elkezd rosszabbul menni a dolog, és nem változtat, akkor tuti, hogy megy a még rosszabb helyzet felé. Nem valószínűleg, hanem 100% bizonyossággal lehet megjósolni, és nem kell hozzá sok ész. Ha az embernek mikor jobban megy, elkezd változtatni, akkor tuti, hogy abba fog maradni a jobb. Világos ez? De az emberek ezt nem tudják, és ha megnézed, pont úgy működnek. Elkezd jobban menni a minden, és mit csinálnak? Elkezdenek megváltoztatni dolgokat. Például elkezdenek sokkal jobban költekezni. Nem? Hát az nem egy változás véletlenül. Tehát akkor kell változtatni, amikor elkezdenek rosszabbul menni a dolgok. És ugye olyankor mit kell csinálni? Hát ha valakinek nem sok információja van avval kapcsolatban, hogy mi lenne jó, vagy mi nem lenne jó, amit az ember tenne, hát akkor csak hát így próbálkozhat. Hát ha ez bejön, hát ha az bejön, hát ha az bejön.
Ezt szokták csinálni az emberek egyébként, az emberek túlnyomó többsége, hogy próbálkozik. Mert hát ugye neki egyre rosszabb, és akkor próbálkozik. De a legtöbb ember ezzel a próbálkozásával bakot lő. Hát mert ki szokott próbálkozni? Vagy mi szokott próbálkozni? Hát a kutya, így van. Na most, ha az embernek van tudása, akkor nem kell próbálkozni, mert pontosan tudja, hogy mit kell tenni. Világos ez? Honnan tudja, hogy mit kell tenni? Hát, mert van tudása. Oké? Tehát van tudása, hogy mit kell tenni. Nem tudom, te az életedben hányszor kezdtél újra. Az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent lenulláztál. De hányszor volt újrakezdésed? Én egyszer ezt megszámoltam, és a két kezem kellett hozzá. Egy kezem nem volt elég. És ezáltal, hogy többször kellett újrakezdenem, és mertem újrakezdeni, ezáltal ugye sokkal többet tapasztaltam, mint azok a személyek, akik megpróbáltak nem újrakezdeni. Én ismerek olyan embereket, akiktől távol állt az újrakezdés, és még mindig ugyanazt csinálják, amit régen, de sokkal rosszabbul megy nekik, mint régen. Mert már rég váltani kellett volna. Tehát amikor én újra kezdtem, a legtöbb esetben nem vártam meg, hogy teljes katasztrófa legyen, érted? A párkapcsolatban csak úgy mondanám, ott nem kezdtem újra. Jó? Tehát lényeg az, hogy az embernek, ha van tudása, akkor lehet nehézség, és van megoldás. Ha valakinek esetleg még nincs elég tudása, mert még csak most tanulja az információkat, ami majd a tudást létrehozza, akkor, de már benne van mondjuk egy olyan csapatban, ahol vannak olyan vezetők, vagy olyan tudású emberek, akik már képesek átadni tudást, akkor az embernek van kihez fordulni. Most kérdezem én a mai világban, a környezetedben lévő embereknek, van-e lehetőségük olyan emberekhez fordulni, akiktől biztos, hogy olyan tanácsot kapnak, ami kivezeti őket a probléma sötét alagútjából, és ki tud menni az illető ezáltal a fényre? Tehát például mondjuk a vallások erre adnak megoldást. Akkor mondom, ugye miről szólnak a személyiségfejlesztő képzések? Ugye arról, hogy mit tudom én, több legyen, tehát alapvetően a személyiségfejlesztő képzések arról szólnak, hogy neked több legyen az önbizalmad. Oké? Tehát magyarul önbizalom növelésről szól. És ha az embernek több az önbizalma, akkor jobban tud érvényesülni az életben, de kikkel tud jobban érvényesülni? Hát mit tudom, a növényekkel nem, meg az állatokkal szemben sem, sőt az anyaggal szemben sem, hanem az emberekkel szemben. Oké?
De vajon adnak-e módszert? Módszereket? Bármilyen dologra. Mert az egy jó, az jó, hogyha valakinek van önbizalma. De attól, hogy van önbizalma, és van egy olyan probléma, amihez halvány fogalma sincs, hogy hogy kell megoldani, akkor mit csinál? Hm? Akkor az önbizalma nem sokáig lesz magas szinten. Világos ez? Tehát az embernek nem csak az fontos, hogy legyen önbizalma, hanem fontos, hogy legyenek a különböző dolgokra módszerei, ha netántán valamilyen területen még hiányos a tudása, akkor pedig kapjon mástól segítséget. Lehetőleg, hát nem valami hatalmas összegekért. Mert nem tudom, tudod-e, hogy az ilyen területeken, hogy a problémákat te meg tud oldani, általában a tanácsadási díjak hogy alakulnak? Hát körülbelül úgy lehet kalkulálni, hogy 5000 forinttól mondjuk 50000 forintos óradíjjal. Jó? A tanácsadások. De az nem azt jelenti, hogy megoldják helyetted, hanem azt jelenti, hogy kapsz benne tanácsot. Aztán vagy megoldod, vagy nem. Oké? Na most vannak olyan képzések, ahol motiválják az embereket. A motivációs képzések jellemzően arról szólnak, hogy valamilyen életterületet az előadó meg tudott oldani, és akkor ugye beszél arról, hogy milyen rossz helyzetből indult, és eljut oda, hogy meg tudta oldani. És hogy minek köszönhető, hogy meg tudta oldani azt az élethelyzetet. És akkor az emberek azt mondják, hogy hú, hát én tényleg hasonló élethelyzetben vagyok, hát ha ő meg tudta oldani, akkor én is meg tudom oldani. Na ezek a motivációs képzések. Na most nem tudom, hogy valamit életedben már megoldottál-e, valami problémát. Én valószínűleg azt mondanám, hogy biztos, hogy megoldottál. És ha bármilyen problémát megoldottál az életedben, akkor az vajon szerencse kérdése volt? Vagy pedig, hát azért, mert lehet, hogy azon a területen volt valamilyen tudásod, vagy segítséged. Vajon melyik volt? Szerencse? Vagy azért, mert volt tudásod, vagy segítséged? Kaptál segítséget? Hát valószínű, hogy ez az utóbbi, nem? Hogy volt tudásod, vagy kaptál segítséget. Na most, ha ezt megnézzük, egy előadó kínál, és elmeséli azt, hogy az ő élethelyzete bármilyen területen hogyan oldódott meg, érted? És te tudsz azzal azonosulni, mert hasonló élethelyzetben vagy, és akkor te is meg tudod oldani, gondolod, aha, és mit csinálsz? Hogyha elakadsz közben, akkor fölkeresed az előadót, és azt el fogja neked mondani? Hát lehet, hogy el fogja mondani mondjuk óránként 20000 forintért, és akkor még lehet, hogy nem mondtam nagy összeget. Oké? De mi van, ha elakadsz? És mi van, ha mondjuk ott hallgatja 10000 ember azt az előadót, és abból 2000 elakad? Ahova mit csinál az előadó? Hm? Semmit. Semmit. Na annyival nem lehet mit kezdeni. Én azt tapasztaltam, hogy a motivációs képzések hatására az embereknek nem lesz tartósan jobb az életük. Még középtávon sem. Sőt, azt tapasztaltam, hát ugye motivációs képzéseken már részt tudtam venni 91-től. 91-től.
Tehát én 91-től 2009-ig az 18 év, ha jól számolom. Mi van most? Jó, akkor jól mondtam, igen. Rengeteg motivációs képzésen voltam, személyiségfejlesztő képzésen voltam, és rengeteg olyan embert láttam, aki szintén volt ilyenem, sőt olyat is láttam, akikkel együtt vettünk részt. És tudod, mit láttam? Hogy a legtöbbnek gyakorlatilag a képzések hatására semmit nem változott az életük. Semmit. És nekem tudod, miért változott az életem? Valamilyen szinten ezeknek a hatására? Mert nekem 91-től volt saját szervezésű csapatom. Ami azt jelenti, hogy amit ott tanultam, én azt kénytelen voltam valamilyen szinten használni az emberek miatt. És a nagy részének, aki ilyen képzéseken részt vett, semmilyen csapata nem volt. Semmi. A család az nem csapat, csak úgy mondanám, az család. Sőt, a barátok sem csapat. Jó? Tehát bizonyára tapasztaltad a családoddal, a barátokkal, hogy a család téged, meg a barátok téged beskatujáznak. Miért skatujáznak be? Mert együtt őriztetek libát. Vagy egy tábor cseresznyéztetek, mindegy. Érted? És ezáltal hiába akarsz rajtuk gyakorolni. Hagyjál már békén engem, ezt fogod hallani. Viszont azok a személyek, akiket előtte nem ismertél, aki kifejezetten azért jönnek, hogy változtassanak az életükön, és változtatni az életükön nem lehet másként, csak tanulással. Azok az emberek, azok elfogadják azt, amit te javasolsz nekik. Ha bármit tanultál életedben, és nem gyakorolhattad, hidd el, hogy elfelejtetted. Szerintem 100 emberből 100 elfelejtette azt, amit nem gyakorolt utána. És akkor úgy megkérdezném, hogy ha az életeden szeretnél változtatni, hol fogsz gyakorolni? Magadon. Ja, és akkor azt mondod, hogy ó, létrehozok magamnak problémákat, hogy gyakoroljak, nem? Hát nem annyira ajánlatos. Gondolom nem. Erre gondoltál te sem. Tehát van a világban, itt a világunkban, amit úgy hívnak, hogy Föld, a Föld bolygón egy olyan szervezet, ahol az ember csapatba kerül, és azon belül létrehozhat saját csapatot. Tehát ami azt jelenti, hogyha valaki bekerül egy csapatba és szeretné a problémát megoldani, akkor a csapatnak a vezetői azok tudnak ebben segíteni. Ha valaki mondjuk létrehoz csapatot, akkor egy idő után, ha ő is már annyi tudással rendelkezik, általában nálunk ezt úgy hívjuk, hogy vezető, onnantól kezdve már valamilyen halvány fogalma van avval kapcsolatban, hogy hogyan segítsen másoknak, ha ők elakadnak a haladásban. De milyen haladásban? Hát
nézzük meg milyen haladásban, jó? Hopp, hopp, egy pillanat, az egerebb rossz helyen volt, még egy kattintás, oké, itt van. Tehát eljuttatjuk a tudást, képességeket, gyakorlási lehetőségeket, életismeret, élethelyzetek helyes kezelése, természetesen élet és emberismeret, problémák megelőzése, megoldása, célok megvalósítása, tehát ezeken a területeken. Tehát hogy az ember képes legyen az életében bármilyen problémával, ha szembe találja magát, a megoldásra képes legyen. Érted? Na most hány ilyen szervezetet ismersz a világban? Ennyi. Ahol van olyan tudás, hogy bármilyen probléma jön valakivel szembe, legyen megoldás. Az ember úgy működik, hogyha a problémákkal nem boldogul, vagy egy nagy problémával nem boldogul, akkor igen-igen rossz állapotba tud kerülni. És itt attól függ, hogy ki mennyire lesz rossz állapotba, hogy mennyi problémát élt már meg az életében negatívan. Tehát negatívan. Mert minél több problémát élt valaki meg negatívan, annál könnyebben okoz egy probléma rossz hangulatot. És van még egy nagyon befolyásoló tényező, amikor magadtól semmit nem tudtál megcsinálni, és semmit nem tudtál megoldani. Ez az két időszak. Az az időszak, amíg még édesanyád hasába voltál, ugye az általában 9 hónap, utána pedig, mikor megszülettél, az az első 7 év, amit valószínűleg megint csak az édesanyád közelében töltöttél javarészt. Az alváson kívül természetesen. De hát ha aludtál, sem volt messze édesanyád. Szóval a lényeg az, hogy itt van 7 év és 9 hónap, ami óriási mértékben befolyásolt abban, hogy most a jelenben, ha kapsz egy problémát, milyen mértékben zuhansz le. Az lezuhanást, ezt úgy értelmezzük ebben az esetben, hogy a hangulatod milyen mértékben zuhan le. És mennyi ideig maradsz ott? Az is ennek a kérdése. Tehát mondom, akkor két befolyásoló tényező van. Az, hogy mennyi probléma volt életedben, amit nem oldottál meg. A másik, ami még talán ennél is fontosabb, hogy gyerekkorodban milyen hatással voltak rád a szüleid problémája. Oké? Márpedig, ha a szüleidnek komoly problémáik voltak, akkor neked nem is kellett, hogy legyenek problémáid, jön egy probléma és már zuhansz is lefele. Világos ez? Na most ez azt jelenti, hogy ugye megkérdezném, hogy, és gondolkozz el rajta ugye a kérdésre, nem kell válaszolnod, csak gondolkozz el rajta, hogy ezeket a helyzeteket, hogyha te kapsz egy problémát és ennek hatására rosszabb állapotba kerülsz, rosszabb hangulatba kerülsz, hogyan fogod megoldani segítség nélkül? Mert ráadásul még az embernek van egy ilyen faramúci működése, hogyha rosszabb állapotba kerül, akkor nem jut eszébe semmi jó dolog, akkor csak rossz dolgok jutnak eszébe. És minél rosszabb állapotba kerül, annál rosszabb dolgok jutnak eszébe. Hát ha nem hiszed, akkor gondolkozz, emlékezz, pont így működik.
És minél jobb állapotban vagy, annál jobb dolgok jutnak eszedbe. De hát úgy működnek az emberek, hogy kap egy problémát, és akkor bum, rosszabb állapotba kerül. Sőt, van, aki már ott is maradt. Már rosszabb állapotban van, mindig rosszabb állapotban van. Tehát már nagyon, gyakorlatilag már nem is tud jó állapotban lenni. Na most, ez a normális élet. Tehát ha megnézed, az én korosztályom, te fiatalként, vagy sokkal fiatalabbként, mint én, te nem élted meg. Az én korosztályom megélte azt, hogy az emberek sokkal, de sokkal könnyebben túlléptek, megoldottak egy problémát. Tudod miért? Mert nem volt ennyi, mint most. Ilyen egyszerű. Tehát nagyságrendileg kevesebb probléma volt ezelőtt mondjuk 50 évvel. Érted? Amit megélhettek az emberek, mint ami most van. Régen is voltak problémák, de egy embernek egy-két problémája volt. Na, simán elboldogult. De most már megnézed, neked vannak saját problémáid. Ez hat rád. Gyerekednek vannak problémáid. Az is hat rád. Szüleidnek vannak problémái. Az is hat rád. Barátaidnak vannak problémái, az is hat rád. Olyan emberek problémái is hat rád, amihez semmi közöd. A világ problémái is hatnak rád, mármint a földbolygón problémái is hatnak rád. Oké? Okay? Na most, ez már azért egy kicsit sok. Régen milyen probléma hatott rájuk? Lehet, hogy ez fiatalként nekem nevetségesnek tűnik. Csak annyi, ami nekik volt. Ha gyerekének volt, azt mondták, hogy gyerekem, kirepültél, te problémád. A szüleinek volt. Ugyanez. Kirepültem, mi közöm nekem a szüleimhez? Oké? Okay? Ez így működött. A világ problémáiról nem is értesültek. Szomszédok nem zúdították rá, meg a barátok nem zúdították rá a különféle problémákat egymásra. Érted? Nem úgy volt, mint most. Hát egy ember ma 20-szor annyi problémával, vagy 30-szor annyi problémával találkozik, mint annak idején 50 évvel ezelőtt mondjuk. Hát persze, hogy az ember képtelenné válik ezzel a sok problémával boldogulni. És akkor mi lesz neked a megoldás erre? Régen azt csinálták, mi néhányan most is próbálják, hogy ilyen fölvesznek ilyen remete életet. Hogy ne kapjanak problémát, meg ne halljanak mástól semmilyen problémát, ezért remete lesz. Tehát régen elvonultak. És ma is csinálják ezt, hogy elvonul a világtól, mit tudom, vesz egy tanyát. Érted? És akkor ott próbál boldogulni, hogy elvonuljon a világ probléma feléről. Oké? Okay? De szerinted ez a megoldás? Nem ez a megoldás. Hát az a megoldás, hogy az embernek legyen tudása, nem? Na most, két dolog lehet. Vagy a probléma röhög ki téged, vagy te röhögöd ki a problémát. A probléma akkor röhög ki téged, ha nem tudod megoldani. Te akkor röhögöd ki a problémát, ha a számodra nem probléma. Világos ez? Miért? Mert meg tudod oldani. Tehát egy probléma, ha nem probléma, akkor azt úgy hívják, hogy feladat. Oké? Okay? De a feladatot az ember meg tudja oldani, csak a problémát nem. Tehát mondom, gondold végig, hogy
megyünk egy olyan világba befele, ahol az embereknek, az emberek tömegeinek egyre rosszabb és rosszabb helyzetük lesz. Ez egy természetes folyamat. Tehát elindult az emberiség ezen a folyamaton, és ezen most végig fog menni. Oké? Egészen addig mennek, ameddig nem fognak, nem fog valahogy leesni nekik, vagy eszükbe jutni, vagy mit tudom én, egy olyan dolog, hogy hát kéne valami megoldás. Érted? És a megoldás az soha nem, hogy ugyanazt csináljuk, mint eddig. Érted? Hát most gondold végig, hány olyan vállalkozás ment tönkre az elmúlt két évben, akiknek előtte jól ment. És még mondjuk tavaly előtt januárban még nem is sejtette, hogy ő már két év múlva létezni se fog. Mert tök jól ment neki. Érted? Hány? Hát szerintem a vállalkozásoknak legalább az egyharmada ide jutott. Legalább. Hogy jól ment, minden happy, lehetett a pénzt költeni, és egyszer csak beütött a krak. De nem azért, mert ő valamit rosszul csinált, nem. Érted? Mert előtte a vállalkozások azért mentek tönkre, mert az tulajdonos rosszul csinált valamit. Világos ez? De most ő nem csinált semmit rosszul, mégis tönkre kellett mennie a vállalkozásának. Miért? Hát mert beleesett valami olyan területbe, aminek a statisztikái tyúng, így zuhantak. Érted? Hányan lehettek úgy, hogy olyan területen dolgoztak alkalmazottként, ahol jó fizetésük volt? És virágzott az a terület, még tavaly előtt januárban mondjuk. És már most, már rég nem is ott dolgozik, ha egyáltalán dolgozik valahol, mert az a terület bedöglött. Érted? És hiába tanulta mondjuk azt a szakmát, mert mondjuk azt hitte, hogy azzal megy majd nyugdíjba abból a szakmából, nem tud működni. Mert gyakorlatilag külső körülmények miatt, amiről ugye az emberek nem tehetnek igazából, hát olyan változáson ment át a gazdaság, amihez hiába változott a gazdaság, a legtöbb ember ennyit sem alkalmazkodott itt a két évben. Mondom, ennyit se. Ugyanúgy akar tovább élni, mint előtte. Jön a karácsony, ugyanúgy akarják szórni a pénzt, mint bármikor életükben, nem? Bár az idősek azok, ha visszaemlékeznek, mondjuk ezelőtt 50 évvel még nem szórták a pénzt. Az hód biztos. Tehát volt olyan időszak, amikor nem szórták az emberek a pénzt. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol vagy alkalmazkodsz, vagy egyre rosszabb lesz neked. Hát most gondold végig, van egy baráti köröd. Akikkel, tudom, évtizedek óta barátkozol. És a baráti körödben ez a helyzet fellép, vagy fellépett tavalytól. Ami azt jelenti, hogy mondjuk a baráti köröd rosszabb állapotban van, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Mert nem változtattak. Akkor ők fognak téged megmenteni? Hm?
És lehet, hogy már érzed esetleg úgy, hogy már nem érzed magad olyan jól a barátaiddal, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Mert sokkal rosszabb hangulatúak. De hát ez természetes, mert hát kevés olyan ember van itt az elmúlt 2 év során, akinek jobb lett a hangulata, és nem rosszabb. Tehát egy olyan világban élünk, ahol arra számíthatsz, hogy a barátaid, ha nem változnak, egyre rosszabb és rosszabb állapotban lesznek. És te is ezt akarod. Ja, hát mész a tömeg után. Tehát ez olyan, mint a birkák, tudod, az is. Van egy kolomb, és akkor mennek utána. Ugyanezt csinálják a tehenek is, tudod. Egy tehén elején ott van egy kolomb, és akkor a tehenek batyognak utánuk. És hogy tehénhez hasonlítjuk az embereket, vagy birkákhoz, ebből a szempontból részletkérdés. Tehát most azért, mert az emberek többségének rosszabb, neked is rosszabbnak kell lenni. Tehát nem ismerted ezt a szabályt, hogy ha elkezd nehezülni az élet, akkor változtass. Igen ám, de tudás nélkül hova változ? Mivé változ? Ha nincs tudásod, akkor ugyanazt tudod csinálni, mint eddig csináltál. Ugyanezt. És ha az a terület már bedöglött, vagy alig működik, akkor mit csinálsz avval a tudásoddal, ami azelőtt meg működött? Változás. Változás. Tehát nem csak ember és életismeret, nem csak motiváció, nem csak önbizalomnövelés, hanem olyan tudás, ami előrefele visz. Érted? Tehát van nekünk most egy olyan képzésünk, ahol a számoknak az energiájáról tanulunk. Ugye valószínűleg valamennyire mindenki ismeri azt a tényt, hogy a szimbólumoknak energiáik vannak. És a számok is ma önmagukban szimbólumok. De ugyanígy a betűk is. És a születési dátumod alapján ki lehet számolni mindenkinek, hogy miért születtél erre a bolygóra. Tehát ebben a jelenlegi életedben miért születtél. Ami annyit jelent, hogy mindenkinek van az életében egy fő célja. És azt a fő célt meg kellene valósítani. A fő cél minden esetben, és mondom mindenkinek, aki hallgat, 3 alapfeltétel teljesülése esetén valósul meg, abból 2 kevés. 1. Hogy az, ami a küldetésed, azt megtanuld. Az, ami a küldetésed, azt begyakorold. És az, ami a küldetésed, az képes legyél tanítani másoknak. Világos voltam? Ha ebből bármi hiányzik, nem teljesítetted a küldetésedet. És az ember úgy működik, hogy nem a ha nem a küldetése irányába halad, akkor nem érzi jól magát a bőrében. És minden ember így működik. Ezáltal, mivel azt se tudják az emberek, hogy mi a küldetésük, nem hogy még hogy érjék azt el, ezáltal pótcselekvéseket csinálnak. Érted? A pótcselekvés a vagyon felhalmozás. Vagy a pótcselekvés a vagyon általi kihívó magatartás. Tehát amikor mutogatják a vagyonukon keresztül, hogy ők ki, ha ők nem. Érted? Ez mind pótcselekvés.
az életünkben nem a vagyonszerzés a küldetése senkinek. A pénz és azáltal megvehető dolgok az csak egy eszköz. Az élelmiszer azt a célt szolgálja, hogy ne halj éhen, és túl tudj élni, tehát hogy a szervezetet hozzájusson a tápanyagból, amire szüksége van. És nem élvezeti cikk. Világos voltam? A folyadék, a víz, az azt a célt szolgálja, hogy túlélj, és a megfelelő mennyiség azt a célt szolgálja, hogy a szerveid megfelelően működjenek. Beleértve az összeset. Nem élvezeti cikk a folyadék különböző formája. Oké? A ruha azért van, hogy az ember öltözködjön és ne fázzon meg, érted? Ne fagyjon meg télen vagy nyáron, ne égesse halára a nap. Nem élvezeti cikk. Oké? Az autó az azt a célt szolgálja, hogy hamarabb juss el A-ból B-be. Nem élvezeti cikk. Világos ez? A lakás azt a célt szolgálja, hogy fedél legyen a fejed fölött, és biztonságban legyél a lakásodban. Érted? Tehát az időjárási viszonyoktól, az egyéb viszonyoktól mentesen tudja élni az életedet. Nem élvezeti cikk. Oké? Egyikért se születtél. Nem az a küldetésed, hogy élvezeti cikként egyél, vagy élvezeti cikként igyál, vagy élvezeti cikkeket szívjál. Nem ezért születtél. Mert a levegő sem élvezeti cikk, hanem az is a túlélésed szolgálja. Világos? A ruhád sem azt a célt szolgálja, hogy az a küldetésed. A házad sem a küldetésed, az autód sem, semmilyen eszközöd nem a küldetésed. A küldetés mindig a tudásodhoz kapcsolódik. Mindig, kizárólag. Semmi máshoz. Az emberek azt hiszik, hogy az élvezeti cikkek a fontosak. Ha mondom, a legnagyobb élvezeti cikk, tudod micsoda? Na mi? Hát a pénz. Mert a pénzből veszed meg az élvezeti cikkeidet. Oké? Ha nincs pénzed, nem tudod megvenni a semmit. Érted? Nem tudsz megvenni semmit. Egy olyan világban élünk, hogy a pénz a legnagyobb élvezeti cikk, mert abból veszed meg bármilyen élvezeti cikkedet. Világos ez? De senki nem született azért, hogy a vagyona legyen. Világos ez? Senki a bolygón. Senki. A 8, akárhány tized milliárdból senki. Ha, és mégis mindenki ezért a fő élvezeti cikkért él. Vagyis a legtöbb ember. Nem? Hát ha nem a pénzért, akkor hasáért, vagy mit tudom én, autójáért, de azt nem tudná megvenni, a pénze nem lenne. Mert már nem úgy működik, mint évszázadokkal ezelőtt, hogy cserélgettek az emberek. Hanem a pénz a csereeszköz. És most ez, ebből a szempontból részletkérdés, hogy kinyomtatták, vagy csak virtuálisan bankszámlán van rajta. Egy virtuális bankszámlán. Ebből a szempontból ez részletkérdés. Nem ezért születtünk. Senki nem ezért született. Mindenkinek van egy egyedi küldetése, ami előfordulhat, hogy két embernek hasonló. Én ismerek olyan embereket, hogy például párok, férfi-nő, és tök azonos a küldetésük.
Oké? De ez ritka. Sok ilyennel még nem találkoztam. Szóval a lényeg az, hogy ha az ember tudja, hogy mi a küldetése, és azt is tudja, nem, elhiszi. Én tudom, de a többiek még nem tudják, csak el kellene hinni. Hogyha te a küldetésed irányába haladsz, és mondom haladsz, akkor sokkal jobban fogod érezni az életedben magadat, mint eddig bármikor. Világos ez? És tartós dologról van szó. Tehát nem eseti eseményekről, hanem tartósan. Tehát az életedben még sose élted tartósan boldogabban az életedet, mintha a küldetésed irányába haladsz. Persze ezt te nem tapasztaltad meg, ezért nem tudod. De ha elhinnéd, hogy ez így van, akkor lehet, hogy tennél is érte. Mert a cselekvésnek az egyik legfontosabb motivációja az, hogy elhiszem, hogy az be fog következni. Világos ez? Ha az ember képes elhinni olyan dolgot, amiért hajlandó tenni, akkor tudja megtapasztalni. De ha nem hiszünk, nem is fogjuk megtapasztalni. Mert azért nem teszel egy lépést se, amiben legalább egy kicsit nem hiszel. Kicsit sem hiszel. Tehát itt van egy olyan adat, amihez éppen csatlakozhatnám, hogy megtudd, hogy mi a küldetésed, sőt azt is, hogy hogyan lehet azt elérni. Oké? De ehhez természetesen, hát a tanulói közösségünkhöz kapcsolódni kell, és ez a tanulói közösség, ez nagy részben sajnos online van, és kisebb részben személyes találkozások révén. Mert ugye nagyon sokan nem veszik a fáradtságot, hogy találkozzanak azokkal az emberekkel, akikkel együtt tanulnak, és ugyanazt tanulják. De akkor az ember nem tud egyre feljebb lépni. A fejlődési szintjén nem tud egyre feljebb lépni. Mert nem tud valahova tartozni. És az a lelki szint, hogy valahova tartozás, az az első lépés a fejlődés útján. Ha az ember megelégszik azzal, hogy ő nem tartozik sehova, ő hát nem is akar sehova se tartozni, akkor nincs fejlődés. Egyedül az ember nem fog fejlődni. Maradjunk ennyiben. Ezt is megtapasztaltam. Honnan tapasztaltam meg ilyeneket? 91-től van saját szervezésű csapatom. Hát az összszervezési létszám az több mint 100 000 volt. Akikkel dolgoztam is együtt, az több 10 000 ebből. Ezáltal tapasztaltam elég sok mindent az elmúlt 30 év során. Tehát nem légből beszélek. Nem azért mondom ezeket, mert valahol olvastam, hanem azért, mert megtapasztaltam. És én azért működöm, azért vagyok, hogy az emberiséget bevigyük egy másik korszakba. Nem én bevigyem, én nem tudom ezt megcsinálni. Ezt együtt tudjuk megcsinálni. Egy olyan korszakban, amit úgy hívnak, hogy aranykor. Az aranykor az a társadalmi forma lesz, ahol nincsenek elnyomók. És miért van szükség egy ilyen társadalomra? Mert addig az emberek
nem tudnak folyamatosan fejlődni, amíg elnyomást kapnak. Márpedig az elnyomást létrehozók, azok bizony az elnyomók. Persze egy nem elnyomó ember is tud elnyomoskodni. Akkor, ha elnyomást kap. Magától nem fog. És egy olyan társadalom vár az emberiségre, ahol nincsenek elnyomók. Erről csak annyit szeretnék mondani, hogy a születésed is fenti intézés, és az emberek többségének a halála is fenti intézés. Ebből egy kivétel van, az öngyilkosság. Úgyhogy az, hogy mikorra tűnnek el az elnyomók a bolygón, bolygóról, az a fentiek feladata és kérdése. De hogyha megnézed, az emberek halálozási rátáját, akkor azt látod, hogy elég nagy mértékben emelkedik. És egyre több és több embert vonnak ki a forgalomból. És nem feltétlenül azért, mert elnyomó volt, hanem azért, mert nem tett semmit azért, pedig ő aztán tehetett volna a képességei által, hogy aranykor legyen. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket, sziasztok!